Sziasztok, Marika vagyok. Lusta asszony létre fog készülni. Túros 80 percesként már van róla videóm. Az eredeti neve állítólag Bói Turós Lepény. Hát én nem jártam utána, de itt az eredeti videómnál ottan írta a Gyuláni Horváth. Na, mindegy, hát hiszem neki. Vagy ugye a lusta asszony létre, vagy ilyen beledobálós, valami ilyesmi. Én azért adtam neki ezelőtt a Turos 80 perces nevet, mert annyi idő alatt készül el, ahogy hozzáállok, meg megsül. Ennek az ideje 80 perc, hát most én nekem több, mert ugye ide ki kell tálalni, hát amúgy nem így csinálnám, pikpak összedobnám, tudjátok. Csak hogy ti is érzékeljétek, meg lássátok, hogy hogyan készül, meg mi kell hozzá. No, ugye ez érdekesen készül. Ide kimértem 20 dekat, tehát, vagy igen, 20 dekat, tehát 200 gram finom lisztet, 200 gram, ugye én grammozok, 200 gram porcukrot, itt van egy 12 grammos sütőpor, ezt is ide beleburítom mind a 2-3-at, és porcukrot, vagy ez a sütőport meg kell nézni, nem egy szemcsés, mert akkor meg kell szitálni, én a porcukrot már megszitáltam. Ide beleborítom, összekeverem jól, és két felé veszem, ugyanígy, amit alsó lapnak rakunk, azt lehet egy 10 grammal több, hogy az alsó lap legyen egy kicsit több, vagy 20 grammal is akár, majd meglátom. Na, van nekem mandarin, meg citromposzta, még mindig nem fogyott el, abból hoztam egy 70 grammos, most citrompasztát használok, de ezt most úgy csinálom, hogy ehhez a citrompasztához, ha nincs ilyenetek, akkor egy kis citromhéjat. Hozzáöntöm a 310 g tejet, ez körülbelül 3 deciliter, mert egy liter tej, úgy tudom, hogy ha egy liter tej, az 1030 g. Nem vagyok benne teljesen biztos, de mindegy, ez 310 g ez a tej. Ráborítom erre a citrompasztára, aztán jól összekeverem, és akkor leszűröm. Hogy ugye, amikor vannak ilyen kis citromhéjak, meg ilyenek, ne kerüljön bele. De mondom, citromhéj is jó. Hát most így csinálom, nem muszáj így készíteni. No. Akkor 4 egész tojás, majd a tejet a tojással összeborítom, hogyha ezt leszűrtem. 500 g turó. Ez fagyasztott turó volt, de ilyen fölengedős programmal föl lehet engedni, csak nem szabad egyszerre 5 percre rakni, hanem ilyen 1 percekre, és akkor lassan engedni föl, akkor látjátok, éppen olyan lesz, mint új gulába. No, és akkor 60 g kristálycukrot raktam ide, 50 g is elég, vagy kevesebb, hát 50 g kell azért. 60 g-ot raktam, mert most meggyet fogok beleszórni, nem ilyen asszalt gyümölcsöt, ezelőtt áfonyát raktam. Kétfelé téptem a fagyasztott meggyet, aztán azt fogom rádobálni, meg majd margarinra lesz a tetejére, de lehet vajat is, ami fagyott vaj, azt akkor ráleszelitek. Próbáltam a margarint, ami nem fagyott, reszelni, hát nem lehet, minden csupa margarin lett, hiába öblítettem le vízzel a reszelőt, az is olyan lett, a kezem is minden, úgyhogy nem kockáztatok, megpazolok, úgyhogy majd csak vékony szeletekbe így egy-kettő helyre mindenhova rakunk, na majd meglátjátok. Na szóval összekeverem a porcukrot a liszttel, meg bele a sütőpor, aztán két felé veszem. Amibe beletettem a pasztát, ugye itt a paszta, azt jól fölverem, és akkor ide beleszűröm, tojást is fölverem, azt is hozzáadom. Bekapcsoltam a sütőt, 180 fok légkeverés. A tepsi az alsó fele, most vékony lesz ez a sütemény, az alsó fele az a legalul, az 41x32 körülbelül. Na, még egyszer lemérem, már régen mértem. Margarinoztam,
liszteztem már körülbelül egy órája, vagy fél, mindegy. Szóval ne egyszerre, akkor, mikor azzal kezdjétek. Na, még egy evőkonára való tejet ide burítottam, és ezeket mind kitisztítottam. Na, az akkor ez is kész. Most ezt a turót összekeverem ezzel a 60 g kristálycukorral. Lehet ám, hogy jó a kristálycukor is a tésztához, nem tudom. Nem próbáltam, azt hiszem, de lehet, hogy próbáltam, mert nem emlékszek rá. Olyan régen sütöttem, egy éve biztos van, meg a videó is 2 évvel ezelőtt készült, ha jól láttam. Körülbelül jó lesz. Hát pikpak megvan, de ezzel is van munka, úgyhogy várja így, hogy én még mandarinpasztát is, vagy citrompasztát is raktam bele. Ha citromhéjat eszeltek, akkor még egyszerűbb. Na, ez volt a több, 10-15 grammal több, azt szórom alulra a tepsire. Ez csak úgy kell, hogy bele szórom alulra, úgyhogy mindenhol legyen. Régen emlékeztek rá, amikor, akik ilyen idősek vagytok, mint én, mikor bejött divatba ez a lusta asszony, felmosolja, hú, de cikiszték az embert, hogy olyanna mosolja, hogy milyen lusta. Ja, olyan nehezen váltottak az emberek régen, hogy őrület, azt akarták mindig, hogy a nő szakadjon meg. Tudjátok régen, hogyan mostunk föl? 4 kézlábra álltunk, aztán a ruhát mindig ki kellett csavarni. Ez valahogy el kell simítani valamivel, valami könnyű kis spatulával, vagy kanál az jobb lesz. Tiszta kanállal. Hogy egyenletes legyen, azért ne ilyen bubós, egyik helyen sok a liszt, a másik helyen semmi. Biztos van a közületek olyan, aki ilyen idős, mint én, vagy még idősebbek is néznek engem. Nem tudom, fiatalok néztek? Nincs nektek arra időtök, igaz? Hogy a Marikának a sok dumáját hallgassátok. Na, akkor nekünk úgy kellett, hogy egy kanna víz, és akkor egy darab rongy, és belemártani, fölmosni egy jó darabot, akkor kimosni a ruhát, megint fölmosni, hú! Mennyit járkáltunk 4 kézlábot a konyhakövön, meg a folyosókövén. Na, ez így. És akkor jól összekeverem ugye még a turót még egyszer, és akkor azt rászórom. Kéne innen pakolni. Azért hagytam itt, hogy lássátok, hogy ennyire kitisztítottam. És akkor lesz egy csomó mosogatni való. Úgyhogy olyan lusta az, hogy tésztája ez, hogy annyi vele a munka, hogy ihaj. Na most ezt is úgy elosztani, hogy mindenhol legyen. De itt már azért jobban kell figyelni, mert itt már nem lehet a liszten nyomogatni arrébb. Kanállal is lehet ám. Nem kell ő villával, Istenem, de én most maradok ennél. Legalább bemelegszik a sütő, mert már elgyújthattam volna egy kicsit előbb. Hát gondolom, hogy ezt sütitek többen, de mindegy, mondom, megmutatom. Mert ezt nagyon nem tudom, mikor látjátok. Lehet, hogy most hétvégén, de lehet, hogy majd utána, vagy nem tudom, majd meglátom. Most volt anyátnapja, voltak a gyerekek, remélem titeket is megköszöntöttek. Mondjuk én nem vártam át tőlük, én nem tartok, nem vagyok ilyen ünnepes, hogy most én ilyet elvárok. Azt érezni kell, nem kell a temetőbe se futkozni. Megmondom őszintén, csak akinek nagyon igénye van rá, mert ők már hol vannak, az a szívünkben van, a lelkünkben, a
gondolatainkba, a szüleink, a Pánia édesanyánk, ugye, hogyha most édesanyák napja volt. Hát hozzám is eljöttek a gyerekek, megköszöntöttek, hoztak szép virágot, cserepes virágot, nem kellett volna, megmondtam nekik, nem kell. Nem kell pénzkőt tenni. Azért már valaki kitalálta az anyák napját, de hát... Most mit akartam ebből kihozni? Ja. Ugye most volt anyák napja, és akkor ugye amit készítettem, az egy az egybe elfogyott, mert mindenkinek ízlett. Meg hát kását is készítettem, megmondom őszintén. Azt a leveles tésztát nem tudom, már láttátok szerintem, vagy elhúztam majd. Mondom, nem tudom, hogy ezt hogyan rakom föl. Az is turós volt. Hát úgy ízlett mindenkinek, éppen mondtam, hogy meg se tudtam kóstolni. Mert ma is nem akartam. Na. Marika fogyók urázik. No. Ezt még kiszedjük. Spatulával legkönnyebb mindent kiszedni. Van mostan egy csomó spatulám, mert egy tönkre ment a helyébe, tám kettőt. Nem olyan drágák különben, de van drága is nekem. Pont az ment tönkre, a drága. Látjátok, így mindent kiszedünk. Így jó. Hát ez most vékony, de ez nem ez vastag. Na, rászórom a maradék lisztet. Na, ezt azt a tének kanállal, ez már az ötödik kanalom, vékonyan. Liszt, porcukor, meg sütőpor keveréke. Ott írtátok, elolvastam a hozzászólásokat, mondom, hát valami jogosságot is írtok, hogy ő neki alul lisztes marad. Nekem is volt, mikor egy kis liszt marad, de hát attól az még tök jó, tök ennyiren is. Ha úgy csináljuk a kenyeret, ott is van liszt, van mikor, hát mondjuk én mikor megsül, akkor lefújom vízzel a kenyereket, úgyhogy annyira nem látszik a liszt. Most vendégeket várok, úgyhogy azoknak sütöm ezt, de megsütöttem volna tegnap, mert még ez is elfogyott volna. De nem csak az a sütemény volt, hogy elővettem mindenfélét, ami most is eszembe, hogy van lefagyazva még ilyen kókuszos takácsem is. Ó, el is felejtem mindig. Kíváncsi is vagyok, hogy az milyen. Na, előveszem, hogyha az áll, hogy egy darabot lefagyasztottam, hogy milyen fagyazdva. Eddig jól néz ki, ugye? Most lehet úgy csinálni, hogy most szorom a megyed, vagy most a tojásos tejet. Ti melyiket csinálnátok? Én nem tudom dönteni, úgyhogy ezt fogom először, de ezt is így kanalanként kellene. Jól össze keverni látom, mert a tojás lement az aljára. Mert különben ugye egy helyre megy az összes. Aztán, hogyha nem raktok bele mandarinpasztát, nem így csináljátok, vagy citrompasztát, most jelen esetben azt raktam, akkor nem lesz ám ilyen habos, akkor csak egy így valami lesz. Ugye ez a citrompasztát ezt habosította meg nekem. Na, ennyire tudtam beteríteni, spatulával húztam ki a végét, és akkor, ahol még nem volt, oda raktam, de így is látjátok, van, ahol a liszt nem takart, na, oda rakjuk először a meggyet. Meggyet próbáljátok úgy, hogy fölfelé álljon a meggynek a belseje, mert ugye én a meggyet széttépkedtem. Aztán meglátjuk, milyen lesz, így még nem készítettem. Ezelőtti ráfonya volt, ha azóta csináltam, arra meg nem emlékszek, mert arról nem volt videó. Nem lehet minden évben csinálni egy lusta
lepényt, vagy rétes, vagy mi ez. Nem tudom, mi a rétes a neve, már rétes íze van, nagyon finom különben. Nagyon ízletes, hát most a megy egy kicsit savanyúval teszi, az biztos. Tehát ezek ilyen kis pici megy darabok. Sokat is hoztam ide, mert ennyi nem kell. Rárakom így az összest. Na, így néz ki. Most fogok egy kést, aztán ilyen kis... Én most ligát használtam a tepsinek a kikenéséhez is. Meg ide is azt fogok rakosgatni. De mondom, lehetne hozni vajat, aztán vizes kézzel már úgy nem ragad annyira ránk. És akkor ugye ráreszelni a vajat. Vizes kéz, meg vizes kés. És akkor lehet ilyen vékony kis szeleteket vágni. És akkor így bele tépkedni. Azért olyan túl sok nem kell, de valamennyit rakjatok. Úgy sikerül. Nem mondom, nyugodtan fagyott vaj, de lehet, hogy a marga, ha meggondolom előbb, most reggel gondoltam meg, hogy ezt készítek. Látjátok, így nem ragad a kezetekhez, hogyha bevizezitek. Aztán akkor lefogyaszthattam volna, és akkor simán reszelhetném. Vajon meg nem volt 10 dekás, aztán egy 200 grammosat meg nem fogok megkezdeni. Jó az a liga margarin is, azért sokat ne rakjatok ámra, így mint én. Mert ez, ugye ez elolvad, aztán lemegy az aljára, szerintem, vagy mit tudom én. Majd meglátjuk, hát. Annyira meg kell sütni, hogy azért jó piros legyen a tetej, akkor az alja is piros lesz. Én lehet, hogy az alsó polcra rakom, vagy hát a sínre, vagy mi az, mert akkor ugye jó bepirosodik a teteje, de lehet, hogy nem oda, mert ha meg mégis befeketedik, az akkor nem lenne jó. A másodikra kell a légkeverés, az mindenhova oda megy. Na, ennyi elég, ugye? Szerintetek is. Hát nem lehet egy sok. De a koszos edény annyi lett, hogy eszméletlen. Na, megy a sütőbe, már be van melegedve, 180 fok légkeverés. Na nézzétek, milyen szép, hát nagyon hamar megsüt ilyenre, úgyhogy most alsóra állítottam 5 percre, hát körülbelül 10-15 percet, körülbelül 15 percet sült, most 5 perc alsóra is veszem ki. Jó néz ki, ugye? Na, így néz ki. A széleit körbevágtam, körbe, hogy ugye kicsit elváljon a tepsitől. Aztán nézem, hát olyan másfél centi vastag, úgyhogy ebből egy jó nagy szelet kell. Majd jövök a kóstolóval, hogyha tudok. Reméljük, finom lesz. Akkor kóstoljuk meg ezt a sütit, nem várjuk meg a vendégeket. Kisebb tepsivel csináljátok, akkor nagyon vastag, vagy hát vastag lesz, mert ugye én most ilyen kis, látjátok, 1 centi szinte. Direkt így akartam, mert ugye nem ebben a tepsivel szoktam sütni, hanem aminek ilyen lyukak vannak a szélén. Tehát ízrel nem változtat. Ez az alja. Nagyon jó az a süti. Ezt mindenképpen próbáljátok ki, amíg nem készítettetek.
Jobb, mint a rétes. Bár az veszük, hogy az a mennyi a munka. Még a turos batyúhoz is hasonlít. Turos rétes, ez turos batyúhoz. Ez minden le lehet pótolni. Nagyon finom. Na, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Remélem tetszett. Elkészítitek, írjatok kommentet, legyen szép napotok, legyen szép hétvégétek. Sziasztok!